a dílió! A Hotelmantól a Made in Hungária és az Aranycsapat után újra Hungária daloktól lesz hangos a Győri Színház, a társulat ugyanis szombaton mutatja be a zenekar Aréna című lemeze ihlete musicalt. Azt lehet mondani, hogy egy szokásos egresi darab, vidám történet, életképeket láthatunk kiváló Fenyő Miki zenével. A Fenyőt mindenki szereti. Soha a 60-70-es évek, 70-es évek nem volt olyan család szerintem, akiknek ne lett volna egy Hungária lemeze. Tehát, hogyha valakinek van egy Hungária lemeze, és azt mondja, hogy úristen, most lesz egy Fenyő darab, akkor hát ott biztos, hogy el kell, hogy jöjjön. Hát imádják, hát mindig imádták. Humor és szerelmi szálak tarkítják a darabot, a 60-as évek fiataljainak életébe csöppen bele a néző, 18 dal adja az előadás vázát, a számok pedig konkrét figurákról szólnak, mindenkinek megvan tehát a saját maga kis története. Egresi Zoltán, jól ismerve a Győri Társulatot, a szerepeket célzottan a színészekre írta. Ezeknek a számoknak a szereplőit jelenítjük meg, ugye az Egresi Zoli erre írta meg ezt a darabot, és van egy olyan szám, ugye egy flipper. Hát most ez a Filipp Erőcsiről szól-e, vagy nem, azt nem tudom pontosan, eredetileg ugye ő énekelte ezen a lemezen. Ez egy repülős srác, akit én alakítok, aki oda költözik a Szent István Parkba, megpróbál beilleszkedni a Palatinus strandon a társaságba, és tulajdonképpen semmi más vágya nincs ennek a srácnak, mint hogy a repülőnapon akar repülni egy nagyon jót, ami meg is történik egyébként. Az Aréna Musical ősbemutatója szombaton este 7 órakor lesz a Győri Nemzeti Színházban. Ez hideg! Sanyi! Azt a Sanyi a víz!